Idén debütált a tavaszi építészeti fesztivál a Magyar Építőművészek Szövetsége szervezésében. A programsorozat célja, hogy a kelet- és nyugat-európai építészeket mennél közelebb hozza egymáshoz. A fesztivál nyitányaként a Van Design Centerben kerül sor a Mies van der Rohe díj utazó kiállításának megnyitására. Az Európai Unió legrangosabb, két évente odaítélt kortárs építészeti elismerése Brüsszel, illetve a barcelonai székhelyű Mies van der Rohe alapítvány támogatásával jött létre 1988-ban. Nekem, mint magyar építésznek az az első benyomásom erről az anyagról, hogy végre itt vagyunk Európában, mi is olyan épületekkel találkozhatunk, amik megütik az európai színvonalat, és olyannyira megütik, hogy jelentős díjat is kaptak érte. Ez egy nagyon magas díjazású díj, Európában a legismertebb díjnak számít ebben a kategóriában. Tehát tudjuk, hogy merre kell menni. Tudjuk, hogy mik azok az épületek, amik Európában komoly elismerést kapnak. Azt is láthatjuk, hogy a hagyományos moderntől a fenntartható épületeken keresztül a pici épületektől a nagyig egyaránt elismerést találnak, akármelyen léptékű alkotások ebben a díjban is. Az Európai Kortárs Építészeti Kiállítás rangját bizonyítja, hogy a tárlatot Gaten Siu, az Építőművészek Nemzetközi Szövetségének Mauritiusi elnöke mellett Juice Hortet, a Mies van der Rohe alapítvány elnöke nyitotta meg. I think that Hungary is a country in a... Úgy vélem, Magyarország az átalakulás periódusában van, és az építészet is általában követi a gazdaság alakulását. Spanyolország esetében 15-20 évvel ezelőtt a termelés nem volt olyan élénk, mint most, és jelentős fejlődésen mentünk keresztül. Magyarország remélhetőleg ugyanezt az utat fogja követni. A 40 kiválasztott alkotásból készített vándorkiállítás Frankfurt és Párizs után érkezett Budapestre, és április 19-éig lesz látható. Torockai Vigand Ede építész, belső építész, kerttervező és grafikus nem csak az iparművészeti iskola tanára volt, hanem a 20. század első két évtizedében a gödöllői művésztelep tagja is. Munkássága ennek ellenére jószerivel máig feldolgozatlan volt. Ezen segített Keserű Katalin művészettörténész monográfiája, illetve az ebből az apropóból megrendezett gyűjteményes kiállítás a Gödöllői Városi Múzeumban. Még nem volt Torockai Vigand Edéről gyűjteményes kiállítás, amely mind iparművészeti tevékenységét, bútortervezéseit, mind építészeti munkásságát mutatja be. Az 1900-as évek elején Körösfői Krisaladárral, Nagy Sándorral együtt dolgoztak az iparművészet megújításán, és együtt terveztek egy iparművészeti telepet, amely itt Gödöllőn valósult meg 1901 és 1920 között. Torockai Vigand Ede közösségi épületei a szociális építkezés példái Magyarországon és Erdélyben egyaránt. Legfőbb építészeti műfaja a ház a modern korban vált tervezői feladattá, és a Torockai által kialakított nyitott alaprajz a modern építészet egyik jellemző sajátossága. Korának modernizációs programjaiban, például a Székelyföldön is részt tudott venni. Több funkciós épület és bútortípusokat dolgozott ki, típusterveket készített a lakás probléma szociális megoldása érdekében. Munkásoknak, közalkalmazottaknak is tervezett lakásokat, tehát nem csak nagypolgári megrendelői voltak. Nagyon fontosak az iskola templomai, amelyet elsősorban Erdélyben találhatunk, Backamadarason, Gálfalván például, és rendkívül ismertek és érdekesek a polgári villái is, művész villái, így például Vaszari Jánosnak tervezett villáját szeretném megemlíteni, ami Tatán van. Torockai az egyik kezdeményezője a század elő vernakularizmusának, az építészeti anyanyelvet a helyi, paraszti építészetben megtaláló egyetemes építészeti irányzatnak. Organikus szemlélete a napjainkban újraértékelt modernizmus egyik magyarországi alapítójának mutatja őt. Ugyancsak a tavaszi építészeti fesztivál keretében a Mész Ötpacsirta utcai székházának Kós Károly terme adott helyet annak a finn kortárs építészeti kiállításnak, ahol Tuomo Siitonen és Teemu Kurkela építészek mutatkoztak be a hazai publikumnak. A
Mä uskon, että toisaalta suomalaiset arkkitehdit on, tai on sanottukin, että he on aina koittanut olla niin kansainvälisiä kuin suinkin. Mi finnek igyekszünk annyira globálisak lenni, amennyire csak tudunk, amelyben korlátozottak a lehetőségeink. Karu ilmasto on niin kuin ohjannut aika paljon rakentamista. Behatárolja a munkánkat például a zord skandináv időjárás. A háború után sokat kellett építeni, ezért a finn épületállomány viszonylag egységes. Minden nyolcadik épület 60 évnél fiatalabb Finnországban. Siihen, että talous on ollut tiukilla ja se on ohjannut rakentamista. A finn építészetnek évtizedek óta nagy az ázsiója hazánkban, az egyszerűség és a racionális elegancia mellé azonban egy ideje felzárkózott egy új körülmény is, a tehetőség. Ha tehát a magyar és a finn építészet különbözőségeire figyelünk, az anyagi hátteret sem tanácsos figyelmen kívül hagyni. Suuria kysymyksiä, mutta sanotaan, että jos vastaa niin kuin henkilökohtaiselta kannalta, että... Ha magamból indulok ki, akkor az építészet olyan, mint a főzés. Kevés alapanyag, de azt jól kell elkészíteni. Nem kell sok fűszer sem. De ami kell az ételbe, az nem maradjon ki belőle. Noin periaatteessa käytetään niin kuin vähän raaka-aineita, mutta hyviä raaka-aineita. Az én receptem az, hogy nincsenek bűvészlőkök. Az építészet kézimunka. A kézi munka pedig legyen gondos. Az építészet viszont olyan művészeti ág, aminek része a pénz. Ha olcsóbban kell kihozni valamit, meg kell próbálni egyúttal jobban is csinálni. Ez nehéznek tűnik, de előfordult már, amikor sikerült. Joskus se onnistuu, se on mahdollista kyllä. Az építész hivatás immár hagyományosnak tekinthető idei Kossuth-díját Varga Levente építész érdemelte ki, s vehette át ünnepélyes körülmények között. Az egyetemen többen fölkaroltak, az első Hajnóczi Gyula adjunktus úr volt az építészettörténeti tanszéken, aztán Reisel Antal professzor úr a lakóépülettervezési tanszéken. Jurcsik Károllyal az egyetemen találkoztam, a középület tervezési tanszéken ő korrigálta a harmadéves tervemet, nála diplomáztam, és a diplomát követően egy kis kitérővel, mert egy évet kivitelezőnél dolgoztam, meghívtak a középület tervezési tanszékre tanársegédnek. 3 évet együtt töltöttünk Jurcsikkal, ezt követően ő elment a lakótervbe, megkérdezte, hogy nem unom-e a hallgatói tervek rakosgatását, és meghívott a műtermébe tervezőtársnak vagy tervezőnek. A lakótervben körülbelül 15 évet töltöttünk el egymás mellett. Varga Levente nem csak fiatalabb építészgenerációk mestere, de egy speciális építészeti ág, a kórház építészet legnagyobb hazai alakjai közé is tartozik. Az általános épülettervező vállalatnál a műtermemben volt Tomai Tamás, akivel együtt kaptunk Ibüldíjat, de ugyanebben a műteremben volt Cságuli Ferenc, Turányi Gábor, Únagy Gábor, Sugár Péter, Magyar Éva, Csikó Zoltán is. Ezek az emberek ma már mindannyian Ibüldíjasok, de van, aki Kossuth-díjas is. Az építészet, az építészeti tervezés teljes embert követel. Ez nem olyan munka, amit napi 8 órás munkaidőben el lehet látni. Ez olyan munka, ami teljes embert kíván, a problémákkal munkaidő után is foglalkozni kell, gondolatban, vagy rajzasztal mellett, vagy most már a fiatalabbaknak számítógép mellett, és az építész csak úgy tud teljesíteni, hogyha ebben a furcsa életmódban mögötte áll a családja.
Az építészkongresszus 5. alkalommal került megrendezésre Budapesten, de először olyan formában, hogy egy tavaszi építészeti fesztivál keretébe illeszkedik. Ez az ötlet hagyományteremtő jelleggel fogalmazódott meg az alaprajz és a Magyar Építészek Szövetsége részéről. A rendezvény beszédes jelmondata az volt, építészet térben és időben. Az építészek gyakran csak látják, hogy mi van egy folyóiratban, de nem értik, hogy miért így van, miért úgy van. És a legjobb személyesen megkérdezni egy építésztől, hogy miért így tervezte. Mondja elő a saját szavaival, hallgassuk meg őket. És nagy neveket sikerült az elejétől kezdve idehozni. Idén Daniel Libeskind, a világ legismertebb építészeinek egyike, a dekonstruktivizmus vezető alakja volt a kongresszus húzó neve. Szerintem minden egyes épület egyedi. Egyedi válasz valamely egyedi helyre és egyedi kultúrára. Ez viszont nem jelenti azt, hogy mindenki nosztalgiázik, aki a múltat ismételgeti. Az a fontos, hogy olyat alkossunk, ami a globalizált világban kitűnik, mint olyasféle egyéni hely, aminek személyisége van egy olyan világban, amely mind homogénebb, mind egyformább. Nem gondolom, hogy egy stílus részeként dolgoznék, bár tény, hogy résztvevője voltam egy kiállításnak a Modern Művészetek Múzeumában. A dekonstruktivizmus nem jó megnevezés, az építészet alapjában véve konstrukció, és a dolgok teremtéséről szól. Úgy gondolom, hogy a világ változik, és szüksége van egy megerősítő kortárs építészetre. Szükséges a kötődés a hagyományokhoz is, de kreatív módon. Saját épületeim között nincs kedvencem. Minden épület egyedi, mindegyiknek megvan a saját organikus személyisége, nem lehet közülük egy kedvencet kiemelni. Mint hogy a három gyermekem közül sem tudok választani, melyik a jobb. Louis Becker a koppenhágai Henning Larsen építésziroda képviseletében beszélt a kongresszuson, s többek között szaudarábiai csúcsprojektjüket, az Abdullah királyról elnevezett komplett városrészt is bemutatta, amely egy falevél alakját utánozza. Well, of course money is quite important, as Mr. Libeskind also said, it's természetesen a pénz nagyon fontos. Libeskind úr is megmondta, hogy a pénznek építünk épületeket. Építhetünk mérsékeltebb költségvetéssel is nagyon érdekes épületeket, de előre kell látni, hogy mit akarunk csinálni. El kell dönteni, mibe tesszük a több pénzt. A nagyobb térbe vagy a homlokzatba, mert általában mindenre nincs elég pénz. Gondolkodni kell. Jó, ha olyan helyzetbe kerül valaki, hogy az egyik projektben van elég pénz, a másikban meg pénzhiány van, ez megmozgat valamit a projekt és az iroda között. Gaten Siu, a Nemzetközi Építész Szövetség elnöke, 1,5 millió építészt képvisel a világ 100 országában. Őt a nyáron esedékes torinói világkongresszusról is kérdeztük. A torinói konferencia a tapasztalatátadásra összpontosít. Három témát fog felölelni, demokrácia, kultúra és remény. Úgy gondolom, mindhárom területen jelen kell lenniük az építészeknek, hiszen a kommunikáció nem csak a generációk között folyik, hanem az oktatók és a hallgatók között is. But also from educators to students. A nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Köztársaság tiszti keresztjét adományozták Plesz Antal építészmesternek. A műhely szelleme 12 pontban. 1. Az építés emberépítéssel kezdődik, az autonóm emberé. 2. A mestertől emberi tartás és szakma egyaránt tanulható. 3. A mestert tanítványai választják és becsülik. 4. A mester nem a tömeget menti, de az egyént nemesíti. 5. Mesterré az önjelölés és közönség siker nem emel. 6. Az a tanítvány válik mesterré, aki többet állt tovább. 7. A műhely szelleme bizalomra és kölcsönös felelősségre épül. 8. A műhelyben a meggyőzés eszköze a belátható értelem. 9. A műhelyben a feladat ürügy, a tudás eszköz csupán. 10. A műhelyben nincs munkafegyelem, de munka van és fegyelem. 11. A műhelyben nincs korkülönbség, csak kor van és különbség. 12. A műhely a munka, a játék, az alkotás és a hangulatteremtés ünnepi helye.
A Visegrádi Országok Építészeti Szövetségeinek vezetői egy dunai hajón egyezményt írtak alá közös platform alakításáról a Nemzetközi Szövetségen belül. Építészeti társulásuk olyan közös egyeztető fórum és szakmai tanácsadó testület egyben, amelynek fő célja az építészeti életminőség javítása. Remélem, lesznek közös vonások a jövőben az építészetben, mert eddig nem volt elég szoros a kapcsolat közöttünk. Bízom benne, találunk módot arra, hogy támogassuk egymást, és hogy szép új épületek fognak épülni mindegyik országban, és nem csak a fővárosokban. Wir sind die nächste Nachbar natürlich und ich glaube die gute Zusammenarbeit da war schon auch von früher. Mi vagyunk Magyarország legközelebbi szomszédja. A jó együttműködés már korábban is létezett. Fontosnak tartom különösen a visegrádi alappal való kapcsolatot. Es ist viel größere Chance, wenn wir diese Grant partnerként közösen több esélyünk van a sikeres pályázatokra, mint különálló országként. Szeretnénk ehhez hasonló konferenciákat Prágában, amit építészek százai látogatnak meg. Ez szerintem nagyon fontos. A visegrádi megállapodás azért fontos, mert közös történelmünk, közös problémáink vannak. A visegrádi csoport tavaly hagyományteremtő szándékkal már létrehozta a négy ország családi ház építészetét bemutató vándorkiállítást, melyen Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból és Magyarországról is a 10-10 legjobbnak ítélt épület szerepelt. Kimerészelné felelősen azt állítani, hogy az építészetben nem számít a kirakat. Színvonalas műsorral tarkított gálavacsora keretében osztották ki a Van Design Centerben a 2007-es év homlokzata díjait. A mai magyar építészeti kultúrában helye van egy olyan jellegű folyamatnak, hogy próbáljuk meg kiszűrni azokat a megvalósult homlokzatokat, amelyek mind a szakmai, mind az átlagos közvélemény számára értékelhető minőséget hordoznak. Az év homlokzata díj ilyen tekintetben egy üzenet a külvilág felé, hogy lám-lám, van minőség Magyarországon ismét az építőiparban, szépek a homlokzatok, ez az arca az épületeknek. A homlokzatokkal kapcsolatban számos érdekes kérdéssel szembesült a rangos szakmai zsűri. Milyen irányzatok befolyásolják ma a hazai magánházak és középületek homlokzatainak stílusát a fehér fal, piros tető, sötét lábazat hármassága után? Mitől jó, igényes és szép egy homlokzat? Feltétlenül Európa szerte divatos, mediterrán jellegű homlokzatokat kell kialakítanunk Közép-Európa szívében. Átértelmezheti-e a mai építész egy műemléképület eredeti homlokzatát? Használhat-e új színeket, formákat, anyagokat? E kérdésekre 97 pályázat próbált feleletet adni. Mi azt nézzük, hogy mennyire illeszkedik ahhoz az építészeti formához a választott anyag, és azon az anyagon belül a részletképzések, részletformák világa, természetesen mindez színekkel, textúrákkal együtt értendő. Bár úgy lenne, hogy ezek a pályázatok segítenek abban, hogy ami megújul, vagy ami új épül Magyarországon, az színvonalasabb legyen, mint amiben például ilyen a 60-as, 70-es években fölnevelkedtem. Jobban értékelem azt, hogy egy viszonylag kispénzű település megvalósít, gyönyörűen megold egy régi, lerobbant műemlékházat, gyönyörűen helyreállít, annak talán szívesebben ad az ember díjat, mintha egy gazdag ember megcsinálja magának a házát. Szokták a magyarság egy védjegyének mondani az organikus iskolát is, és ezt sem lehet kihagyni, mert ez az organikusság, ez csak nyomokban fellelhető máshol. Igazából az érdekes, hogy a mai kornak egy érdekes problematikája, hogy a high-tech, tehát az új fejlesztések, új technológiák, új ablakrendszerek, függönyfalrendszerek, hogy tudnak mondjuk a hagyományos anyag használattal találkozni. A pályázatoknak az a lényegük, hogy pozitív megjelöléseket adnak a jók, tehát a zsűri jó, a kínálat jó, és akkor meg lehet jelölni egy-két dolgot, és évek alatt vagy évtizedek alatt azért kijelöli a követendő és pozitívnak ítél dolgoknak az irányát. Ezek a pályázatok nagyon fontosak. Azért nagyon fontosak, mert a
tervezőknek és a kivitelezőknek. És az elismertsége azon kívül, hogy pénzt kap a munkájáért, az csak ebben nyilvánulhat meg, hogy valahol megmérettetik, megmérik őt, és ezek alapján valamilyen díjat, dicséretet kap. A három kategóriában első ízben osztottak ki milliós nagyságrendű díjakat. A szervezők eltökélt szándéka, hogy jövőre ismét meghirdetik az év homlokzata pályázatot, amelyre a 2008-as termés legjobbjait várják majd. A legutóbbi feltett kvízkérdésünk helyes megfejtése a következő. A Vargyasi Református templom megtervezése Makovecz Imre építész nevéhez fűződik. A helyes megfejtők közül Vida Ottó Sződligeti kedves nézőnk nevét sorsoltuk ki. Jutalma a Terc kiadó tetszetős és színvonalas építészeti albuma, amely a magyarországi Bauhaus építészet egyik legnagyobb alakjának, Kozma Lajosnak az életművét dolgozza fel átfogó igénnyel. Új kérdésünk a következő. Ki vehette át az építészek köréből a Kossuth díjat 2007-ben? A válaszokat a következő e-mail címre kérjük: kokovan@hirtv.net.